Nagy baj van, gyerekek! Lerobbant a motor. Pont a napokban örvendeztem, így néztem a kilométer órát. Nézem, hogy közel 32.000 mérföld, 15.500-ba vettem, úgyhogy több mint 11.000 mérföldet mentem az utóbbi két évben. Dicsértem, milyen jó motor. Na, de hát semmi se tart még a világ. Úgyhogy hallom, hogy menet közben valami kerregés. És jó, beadta, a motor begyúl, csak nincs erő, nem megy a hátsó kerékhez. És nézem itt a kardannal, és itt valami szét van jőve. Itt ez a gyűrűcske lejött, és itt ez ki van jőve, kotyog is egy kicsit. Úgyhogy vagy valami itt ment szar a hátul a kardanyba, vagy a másik dolog, ami lehet, az a kuplung. Ugye nemrég kicseréltük a kuplungot, de működött jó. De lehet valamit nem húztunk jó, meg elbasztunk valamit. De mindegy, a lényeg az, hogy valami megadta magát. Minap is jutott pont eszembe, hogy jó lenne megnézem a kardant, olajat cseréljek benne, vagy utána töltsek. Itt van az olajdugó. Na. De mindegy, már van AAA, ez a service. Azért fizetek évente $100 körül. Még lehet többet. Jó, mindegy, 120-100, valami ilyesmit. És ingyen hazahúznak évente háromszor vagy négyszer. Ma a Premiert a legjobbat vettem most. De azt hiszem évente háromszor hazahúznak 100 mérföldről, és egyszerre 200 mérföldről. Na, de hogyha azon túl vagy, ugye, hogyha 220 mérföldön vagy, akkor mérföldeként kell fizes $5 extra. Úgyhogy felhívtam már a nőköt, és azt mondták, hogy egy órán belül itt lesznek, és hazahúznak. Még egyszer robbantam le a másik motorról. Kicsi enduróval, amikor megcsináltam a hátul a vizét. Gyengére csináltam a húzatót. Ide felül volt felfogatva, és két vékony izével, kispanóval a szélin. És össze-vissza hajlott, távoltam menni a Walmartba, és összecsukódott az utánfutó súlyától. És akkor hazahúzattak. Jönnek itt ilyen nagy flatbeddel. Flatbeddet a maposnál hagyott így hátra csúsztassák, szögbe így felemelik. És akkor a más, múltkori alkalommal felhajtottam rá a motorról. De most ugye nem tudok felhajtani, mert nincs erő a hátsó keréken. Úgy fel kell húzassanak, ilyen csörlővel felhúzatnak. Megkössük elől a két lengővillát, megkössük, és én ülök rajta, kormányozok, és akkor a fej csörlőzik. Na, és aztán úgy is lesz lekötve, hogy a két villaszár úgy kötik le, ide meg ide tesznek ilyen spanolót, és két felé lehúzassák, a villát lehúzassák, hogy a rugó menjen össze, és két felé kispanolják. És még általában szoktak tenni egy spanolót, még a hátsó keréken keresztül fűzik, és annyi az egész. Most, ahogy ide B-húztam, B-taszítottam, mert pont az útkereszteződésben robbantam le. Mindenki ment jobbról balról, és én ott lábaltam a motrot. És itt ahogy taszítottam ide be a motrot, mellettem itt ment el egy flatbed, és azt hiszem pont azt a céget fogja kiküldeni. Itt rajta, hogy AFF vagy AF valami, és mondta, hogy csaj a AAA, és hogy az AF cég fog kijönni. Na, úgyhogy várom, pont itt mentem, hogy a FedExhez, hogy felvegyek, nem le FedExes kocsi, felvegyek két csomagot,
Útközben beesett még egy munka marra. Két munka Walmartnál, egy helyen ugye. És mentem vegyem fel a csomagot, lihajék közben, ahol a mutkó voltam. Na de, tervek megváltoztak. Olyas, a másik motor most pont nem gyújt be. Ugye már jár hónapok óta lát, ki kell picim a karburátort. Úgyhogy a billáncsra vagyok szorulva most. Ó, másta akkor a billáncsra kell menjek dolgozni. Ja. Bár azt tudnám csinálni, hogyha hazaérek ma időben, hazahúzatnak. Itt mennyi az idő? Fél négy. Négyig itt lesznek, ha ötig hazaérünk. Hatra visszaérek. Gondolkoztam azon, hogy na ma este is van egy Walmart. Jaj, de az népőzben van te. Úgyhogy ma elmarad liha a helyköz. No. Ez egy kicsit kellemetlen. De végül is megélek ugye a billáncsal, meg a másik motort az gyorsan be tudom indítani. Lekapom a karburátort, kipucolom. Az is lehet, az aksit feltöltöm, és jó, meghajtom, bégyú. Na, de az a szar, hogy... hogy most akar, hova megyek, ugye akkor a kamionnal kell menjek, se négyszer annyiba kerül a benzin, mint a motorról. Na, de mindegy, a kicsi görényládát rendbe kapom. Csak ez egy kicsit gyenguska. Legfeljebb nem viszek utánfutót vele. Hátizsákba beléteszem azt a pár szerszámot, amit kell. És az a szó, hogy csomagokat kell felvenni, lerakni, és ma is egy nagy nyomtatót. Úgyhogy csak jó benne vigyem a csomagtartót. Az utánfutót, na. Na, de mindenképp jó kitartott a motor, az árat többszörösen visszakerestem, amennyit itt vettem, 1200-t mondjuk reaköltöttem egy pár száz dollárt, még új gumit tettem elő, hátul. De megjavítsuk. Megjavítsuk, nem gond. Ja, nem lehet nagy baj, ugye a motor még működik. Mikor beteszem sebességbe, hallom valami kerece, de nem indul el. Jó. Nem tudom, szabad ilyen nagy kutya legyen a gordánynak. Gordány! Gordán tengely. No. Vagy az történhetett, hogy kuplungot mikor összeraktuk, nem húztuk jó, meg se csavar le, de nem hiszem már. Na, mit tudom én, mindegy. Menjek egyet falok, amíg jön a kamion. És aztán csapjuk haza. Hányra kell? Ma hétre ott kell legyek a Walmartba. 6:45-öt mondtok. De az hátát jelent. Biztos belé fog tálni egy olyan 3 órába. Ugye a 11 előtt nem érek haza, 12. A hónap csütörtök. Ja, a hónapra nem tudok semmi munkát vállalni. Motron kell dolgozzak. Gyorsan lekapom a deknit. Ha se tudom, hova kezdjem, előbb a deknit kapom le, azt hiszem itt. Belé kukkantok a kuplunkba. És ha ott minden rendben van, akkor leszedem a kardant. De meg kell előbb googlezzem. Mit szóltok? Mi lehet az? Fel kell hívjam a bakkat itt. Na jó. A telefonom is már ül, remélem kibírja. Jaj, de kicsi van. Na mindegy, elmagyarázom nekik, hol vagyok, úgyhogy csak rám találnak.